Szép jó napot kívánok, Önök az Élő Örökséget látják, Zalatnai Brigitta vagyok. Milyen vala az én édesapám kitül eredetemetvőm? Az én édesapám kitül eredetemetvőm megyfaszagú vala. Arról a férfiúról nem lehetett tudni mondani semmiket. Semmit és bármit, lustost és dücsőt, mely erősen szenvede, mely sokfélét láta. Valabestje magasban és valabestje mélyben. Az a régi, annak arcélatja lakoz bennem, annak köszönhetek mindent, és köszönöm es, én drága édesapám. Így szólt a köszönet egy édesapának barokk magyarul, Pázmány nyelvén a posztmodern korban. És vajon hogyan szól ma a posztmodern után a zene és a tánc nyelvén? Szabó Balázs kísérletet tett egy egyetemes apatportré megrajzolására az Állami Népi Együttes táncosaival. A ritkán látható Apám ablakából az ég című előadásra visszük el Önöket. Így emlékszem magam. Egy aprócska, törékeny forma, egy megmunkálásra várva. Feltalálom a kötlet. Ez az első munkája. Mert itt van abban a helye, ami csupa lehetőség, és csupa találkos csönd, és mindennek a hazaga van. Erre mindig is emlékezni fogok. És ha tetszik, itt kezdem el. Innen, apám székelő, mint feltalálunk és megtalálunk. Az első ilyen kis köldögzsinór, ami azt az egész dolgot kirántotta így belülről, az maga Kelemen Laci volt az igazgató úr, illetve magának az Állami Népi Egyetesnek az egyik gurúja és vezetője és atya, és ő keresett meg ezzel az ötlettel, hogy nekik van egy ilyen nőiességről szól előadásuk, és mi lenne, hogyha a férfi párját is megtalálnánk ennek, és hogy ő gondolt egy ilyen történetes, hogy ő volt az egyik koncertünkön, illetve többen is, ami után beszélgettünk is egyébként, és az Apám vadudakkal című dal hozta föl benne ezt az ötletet. A másik szobában senki a csöndet csinál. Elszökik a napfény, mászik a ház halán. Anyám a konyhában a boldogságot főzi. Apám a kertben felszállásra vár. Én mondtam, hogy persze nagyon-nagyon szívesen, hiszen bennem is millió töredék részlet, gyerekkori emlék és még mindig jelenlevő kis szomorúság, elengedés, rengeteg minden volt apukámmal, akkor is, most is. És akkor így abban biztos voltam, hogy még bőven tudok mit írni erre a dologról, mert hogy attól, hogy írtam egy dalt, ami nagyon-nagyon jól esett, hogy kiírhattam, hogy egy kicsit így megkönnyebbülhettem, vagy hogy elmondhattam, ez azt hiszem olyasmi lehet, mint egy nőnél egy nagyon nagy sírás, és akkor utána az ember egy kicsit így jobban kisimul, még akkor sem, hogyha nem old meg semmit, de valahogy mégis jobb és könnyebb. Hát ilyen volt nekem ez a dal is, és tudtam, hogy ennek még nagyon sok mélysége és története van benne. Magám a családfának kilátásra vár. Akarok szállni, én is énekelni. Az első beszélgetés még arról szólt, hogy mint zeneszerző legyek én ebben a történetben. És elkezdtem írni a zenéket, hogy vigyek ilyen példákat, már szinte egy évvel korábban, mint ahogy a próba folyamat elkezdődött. És azt éreztem, hogy nem tudok így partalanul írni, vagy csak édesapámra gondolva dalszöveg foszlányokat berakni, mintha egy dal lenne, és hogy aztán ez majd hogyan áll össze egy egészé. Úgyhogy meg részben az is, mert jó magam is, hogy egy színházi ember is vagyok, éreztem, hogy jó lenne, hogyha lenne ennek az egésznek egy eleje és közepe és egy vége, és úgy tudtam segíteni magamon, hogy kitaláltam egy fikciót, egy víziót, ami már kicsit, mint utólag kiderült, az előadásnak a gerince lett. Elkezdtem jegyzetelni gondolatokat, hangulatokat, képeket, érzéseket ilyen napló skic jelleggel, és ezek lettek később a kicsit a prózai részei az előadásnak. De akkor ezt én még tényleg csak úgy írtam, hogy valamihez tudjam ezeket a lufi végeket oda kötözni, hogy ne szálljanak el. És akkor rá jó pár hónapra én elmentem hozzájuk, és akkor már díszletötletem is volt. A
Hát ez egy nagy küzdelem volt, főleg azért, mert ennek stabilnak kell lenni, ugye ez egy hatalmas keret, fémkeret, ami mozog, gurul ide-oda, ezt meg kellett találni, hogy hogy lesz stabil, hogy ezen a táncosok hogy ugorálhatnak, hogy léphetnek át, hogy ülhetnek rajta, hogy dönthetik meg, hogy emelgethetik, mert ugye használni kell a keretet, nem csak egy statikus eszköz, és ez így is jó. De attól függetlenül úgy gondolom, hogy ez egy komoly küzdelem volt, amíg ez kialakult, hogy ez hogy lesz szép, nagy, erős, használható. Olyan sokszor nem forgalmaztunk még a műsort, hogy tönkretegyük a keretet, de azért, amikor rálép 5-6-8 ember, akkor annak súlya is van, ugye a kerekei ne inogjanak, illetve hát a másik, ami nagyon nagy feladat, az inkább a szcenikának, a fénynek feladat, hogy ezt úgy világítsa meg, hogy a sokféle szögben álló keret, ez minél kevesebb bántó fényt verjen vissza a közönségre. Azt hiszem, hogy azért tudok így írni, mert nekem van illata, van színe, van állaga, van időtartalma, tehát elég konkrétan és elég mélyreható illúziók ezek bennem. És ahogy én ebben egyre jobban beleéltem magam, egyre jobban belehajszoltam magam, egyre messzebbre kerültem a gyerekkoromba is, egyre több gyerekkori emlék is jött föl, ami hozott egy csomó ötletet, akár a díszletben, akár a kellékekben. És akkor ezeket én összeszedtem, papírból csináltam egy ilyen makettet, hogy szerintem milyen lehetne az előadás, és hogy miért lehetne izgalmas játék. Már akkor megszületett ez a kicsit tükörjáték, kicsit bemegyünk a képbe, a képen kívül vagyunk, illetve mi vagyunk az álmodók, vagy minket álmodnak. Minket néznek egy képről, vagy mi nézünk egy képet, és ez a kis papírmakett, meg az a sok szövegfoszlány, meg az a néhány dallam és muzsika, azzal érkeztem meg, mint egy kvázi egy kicsit ilyen tervefogadásra, vagy nem is tudom, hogy minek nevezhetnénk ezt a következő beszélgetésre. És hát ott történt meg az, hogy akkor már a Mihály Gábor is ott volt, mint művészeti vezető, és akkor ott egy kerekasztal beszélgetésen ők maguk tették fel a kérdést, hogyha én ezt ennyire látom, vagy ennyire így látom, akkor mit szólnék hozzá, ha nem lenne kedvem megrendezni? Balázs, hát nem tudom, jól mondanom a műfajt, mondjuk azt, hogy popzenében, vagy alternatív popzenében működik, és azt szeretjük benne, vagy szerettük benne, hogy nagyon sok erős népzenei inspiráció van a zenében, és így aztán természetes volt a találkozásunk, illetve hát még amiatt volt természetes, hogy szeretünk ilyen műfajokban is kalandozni, és aztán most ez nagyon időszerű volt, ez a találkozás. És akkor mondtam, hogy persze, bár ugye én nem vagyok táncszínházi rendező, és semmilyen rendező sem, de én inkább bábreadásokat rendeztem egy néhányat, tehát hogy rendezői tapasztalatom milyen szempontból nincs rengeteg, de van. Illetve hát mint bábszínészként, meg színészként azért rengeteg instrukciót kaptam, és tudtam, hogy én hogyan szeretem, hogyan vezetnek engem, mint színész. És innen így kapaszkodtam én is bele majd a későbbi, ha ugrok az időbe, hogy hogyan akartam én instruálni a táncosokat, hogy miben akartam én konkrétan beleszólni, és miben nem. Mivel én nem vagyok táncos, és nem vagyok tánckoreográfus, ezért természetesen kellett találnunk egy közös nyelvet, amit a koreográfusok át tudtak fordítani, és aztán így jöttek létre a jelenetek. De visszatérve a szál végéhez, akkor így mondtam, hogy persze nekem is fura lenne már ezen a ponton, amikor annyi mindent megálmodtam odaadni ezt valakinek, hogy ezt gondoltam díszletnek, és hogy akkor álmodják tovább. Ezeket a szövegeket gondoltam, mert hogy az illik ehhez a dalhoz, meg ehhez a dalhoz, meg lehetne így is az előadás, hogy. És olyan fura lett volna ezt úgy átadni. Apa és anya egyáltalán nem hasonlítanak egymásra. Apát például mindenki magasabbnak látja, csak anya nem. És az is biztos, hogy anya hangja messzebbre elhallatszódik, mint apáé. Mert ez a hang minden.
mindenhová bekúszik. Az ágy alá, a szekrény mögé, a kardos fölé, a gardróba és a spájz befőttes üvegeibe. Azért nem volt nehéz az alkalmazkodás, mert ez a mi műfajunk is. Tehát az Állami Népi Együttes utóbbi jó pár évben inkább színházként láttatja magát, táncszínházként, ahol előszeretettel használunk mi is díszletet, mai dramaturgiát, különböző vizuális effekteket, nem csak autentikus jelmezeket. Ezért aztán ez a kapcsolat, ez szinte azt kell mondani, hogy zökkenőmentes volt. Általában az ilyen művészi koprodukciók néha mindenféle vitákkal terheltek, de most nagyon egy húron pendültünk, ezért aztán egy ilyen nagy közös lendülettel jutottunk el a bemutatóig. Én nagyon élvezem ezt a kirándulást. Szóval kifejezetten jól esik az embernek egy idő után egy kicsit kikacsingatni és kipróbálni a hangját, a személyiségét egy más közegben. Hát ez olyan kicsiben, mint egy színházi szerep. Azért esett a bábra a választás a darab kapcsán, mert el akartam különböztetni azokat a síkokat, amik történnek. A már felnőtt férfi, aki visszaemlékezik gyerekkori önmagára, az egyféle visszacsatolás. Az, ahogy a gyerek visszaemlékszik az akkori apukájára, aki ma már nincs, ugye az is egy sík, tehát tényleg ilyen hagymahéjszerűen vannak az előadásban ezek a rétegek, és úgy éreztem, hogy ezeket muszáj megsegítenünk, hogy követhető legyen, és ne legyen ebből egy ilyen öncélú, művészkedős valami, hanem tényleg, ha nem is minden síkot és pontosan elhatárolva lássunk, de azért követhető legyen, hogy mi történik és miért történik. És persze lehetett volna az is, hogy a férfi, a már felnőtt kisfiút választjuk, tegyük föl a bábnak, de úgy éreztem, hogy az időrendiséget betartva, mint visszaemlékezés és mint álom, sokkal inkább segíti a báb ezt az álomszerűséget, vagy azt a fajta dolgot, hogy hogyan látja az ember saját magát gyerekként, és már én se tudnám magamat húsvér alójában így elképzelni, inkább csak így az ember egy fotót szorongat, hogy milyen, hogy nézett ki az óvodába, vagy hogy gondolkodott, vagy mit csinált, és valahogy nekem így adta magát, hogy akkor ő legyen báb. És a már felnőtt férfinek azért nem akartam élőbe színésszel megjeleníteni, mert akkor megint csak lerángatjuk ezt az egész dolgot a hétköznapiság szintjére, vagy az elérhetőség szintjére, és szerettem volna ezzel is egy lépést tartani a valósággal, és az álommal, és a visszaemlékezéssel. Ő azért lett film, hogy ezáltal egy kicsit éteribb legyen az egész történet. És maga az előadás, ahogy elkezd kikerekedni és fordulni, az maga, az az álom és az a vízió, az az emlékezés, amit viszont már a húsvér táncosok mutatnak meg, az egy következő síkja ennek a dolognak, úgyhogy ezért lett a báb, ezért lett benne a film, és hát hála végnek ezért lettek benne a táncosok. Ami egy ilyen botos tánc jellegű, de hát nem tánc, hanem inkább ilyen, hát ez egy ilyen pantomimikus jelenet. Nekem ez volt a legnehezebb kitalálni. Egyrészt azért, mert a zene is elég kevés kapaszkodót adott ahhoz, hogy milyen mozgás illik rá. És ez van is egy jó sztori, mert jöttem haza, pont ezt a zenét hallgattam már kb. 45 millió módszor egymás után, hogy miket lehet rácsinálni, és majd jöttem hazafelé, ez már késő éjszaka volt, hogy hajnal 2 körül, Szentendrén lakok, úgyhogy ott a Szentendre óvárosába sétáltam hazafelé, és hát közben próbálkoztam, hogy a fülemben volt a fülhallgató, próbálkoztam, hogy milyen lépések mehetnének erre rá, és akkor egyszer csak így hátam mögött a utca közepén felkapcsolódott két reflektor és egy rendőrautó, tehát úgyhogy elég érdekes sztori volt utána, hogy magyarázkodnom kellett
éjszakai rendőrségnek, hogy mit is csinálok. Igazából hát nem nagyon akartak hinni nekem, de aztán végül is elengedtek. Már egy jó pár éve elindultunk ezen az úton, amikor a táncosaimat és önmagamat is arra neveltem, hogy ki kell tágítanunk azt a mozdulati és fogalmi, tartalmi kört, amit addig olyan szűken értelmeztünk. Csak népzene, néptánc, egy kis falu, egy kisebb tájegység táncai, egy szokás, egy lakodalom, egy esküvő, egy bármi. Tehát egy hosszú úton vagyunk, ezért aztán könnyebben megy el, mennek egy, talán a folklórtól egy picit távolabbi mozdulatok. Ez két dolog kell ehhez. Egyrészt akarni kell és hinni kell benne, és tudni kell ennek az okát. Ezzel, ahogy mondtam, túl vagyunk. Másrészt pedig hát folyamatosan képezzük magunkat, képezem a táncosaimat is más típusú mozgásokra. Aztán persze bizonyos határt szabok én a kortárs mozdulatoknak, mert azért a mi nyelvünk a népzene, néptánc, de azért azt feszegetjük annak a határait. Ha senki nem látja, néha fölveszem a babakacsát. A világ legjobb a kacsa az övé. Ha Tócsával ér, ketté választja benne az reggelt. Télen pedig gőzölöm a nyomat. Úgy lehet ezt kiküszöbölni, hogy ne legyen bazári, hogy ezeket a mozdulatokat kistilizálni, például a horgászás jelenet az annyi, hogy bedobják a botot, és bedobják a horgot, és akkor kitekerik, ugye? Mert ugye ez a horgászásnak ez a menete, csak ugye közben eltelik 10 perc, 1 óra, másfél óra, még ez a két mozdulat van, és akkor ezt úgy lehet megcsinálni, hogy például két fiút, ahogy az előadásban is van, két férfit az előadásban egymás mellé ültetünk, és akkor ugyanazt a mozdulatot megcsinálják négyszer egymás után, és akkor már nem is olyan bazári az egész, hanem kicsit fel, hogy el van emelve a valóságtól. Itt egy elvesztett apáról van szó a darabban, és a visszaemlékezésről, a mementójáról. Úgy gondolom, hogy hál' Istennek én még ezt nem tapasztaltam meg, és ez egy nagyon nehéz kérdés. Én is 3 fiút nevelek. Hát szeretném, hogy ha ezek a dolgok, amiket mi örököltünk, mert ez is egy örökség, ez is egy hagyomány, amit kapunk a családunktól, és átviszünk ezeket az értékeket. Én nagyon szeretném ezeknek a fiúknak átadni, nap mint nap ezzel küszködöm. Az életünk erről szól, hogy gyereket nevelni, ez egy nagyon komoly kihívás, de nagyon megtisztelő és nagyon gyönyörű feladat. És úgy gondolom, hogy ez a műsor igaz a veszteségről mesél, de gyönyörű erőket mutat meg. Hogy aztán meg mi lett a fiúval, az meg azt akartam, hogy aki megnézi az előadást és hazamegy, az végig gondolja ezt, hogyha még neki van az apukája, hogy akkor még van-e, amit ő nem tárt föl vele, és hogy tök jó lenne megosztani, mert lehet, hogy az apának is van vele szembe gondolata még. Ha már nincs, akkor talán neki is ez egy olyan merülés, vagy egy olyan visszaemlékezés, ami én bízom benne, hogy mindenkinek jó emlékei vannak az édesapjáról, vagy a gyerekkori emlékeiből, vagy a jó Isten adja, hogy így legyen. És hát ezért akartam itt abba hagyni, hogy ez egy ilyen végtelen történet, egy koravén történet, mégiscsak egy víző, ugyanakkor azt szerintem mindenki számára, aki néz az előadást, kiderül számára, hogy ennek azért nagyon igaz hátterei is vannak. De azt meg szándékosan szerettem volna elkerülni, és ezért is használtam az egyetemes szót, hogy nem szerettem volna, hogyha ez én apukámról szól ez az előadás, hanem mindenki apukájáról szól.
apa csak egy van. Valóban másként látjuk őt gyerekként, kamaszként, fiatal felnőttként, és megint máshogy, amikor már nem lehet velünk. Ez volt az Élő örökség. Jövő héten vasárnap is várjuk Önöket. Köszönjük figyelmüket, a viszontlátásra!